Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Express szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirien részére. Kedves Mirien, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném is az első kártyával, ami mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Mégpedig azt közli ez a kártya, hogy itt vannak nála támadások. Valaki, aki befolyásolni szeretné őt, ez nem tetszik neki, mert kell, hogy megvédje magát. Ott áll az ajtó előtt, a kezében van egy bot, ami a tűz elemét jelenti, tehát a dühös valakire nem engedi be a házba, mert zárva van ez az ajtó. Ez nem rád vonatkozik, hanem másokra az ő környezetében. Kell neki az erő, kell neki a bátorság. Ez jelenti most az ő jelenlegi helyzetét. Kell, hogy védje magát. A következő kártya mutatja az ő gondolatait és terveit. Itt ez a kártya mutatja a gondolatait, és látható egy kard. Itt az egyes szám is fontos, az azt jelenti, hogy ő egyedül dönt. Ez az egyes szám mutatja azt is, hogy lépéseket tesz. Lesz egy új kezdet, vagy egy új irány. Ez a kard szimbolizálja a levegő elemét. Itt könnyűségről van szó, döntésekről, tervekről és kommunikációról. De mivel az egyes szám hat itt, ezek nem a beszélgetések másokkal az ő környezetében, hanem ő veszi fel veled a kapcsolatot. A kard jelent még valamit. Ami látható is a képen, ez a szürke fény, az utal a félelmekre, és a kard elvágja ezt, át kell tennie magát a félelmein. És most megtekintjük a következő kártyát, ami utal az ő érzelmeire. Itt, ennél a kártyánál látunk egy tolvajt. És ha a tolvaj megjelenik, akkor elvisz valamit, akkor az hiányzik. Ez mutatja az ő érzéseit. Te hiányzol neki, és vannak félelmei, hogy elveszít téged. Attól fél, hogy te megismerkedsz valakivel. És az jön, mint egy tolvaj, és elvesz téged tőle. Ő megpróbálja áttenni magát ezeken az érzelmeken, de ennek ellenére látható itt ez a félelem. Fél attól, hogy elveszít téged. Gyakran ez fékezi az eseményeket, mert előfordulhat, hogy úgy gondolja, akkor bele sem lépek ebbe a kapcsolatba, mert előbb vagy utóbb el fogom őt veszíteni. Tehát védi magát, óvja magát ezektől a csalódásoktól. Lehet, hogy ilyen helyzetben már volt, és ezért vannak neki ezek a gondolatok és érzelmek. A következő kártya arra utal, hogy mit közöl veled, mire nyitott, ezt elmondja neked. Itt ezen a képen látunk egy arany kelyhet. Az szimbolizálja a víz elemét, és a víz eleme utal az érzelmekre. Ő nyitott arra,
hogy érzelmekről beszéljen. Itt az egyes szám mutatja az ő érzelmeit, amit ki fog mondani, de azt is jelenti, te egyedül vagy az ő szívében, az ő lelkében, itt nincs más nő. A következő kártyánál azt fogjuk megnézni, hogy mi az, amit szívesen közölne veled, de nem mondja ki. Tehát megtekintjük most az ő titkait. Itt, ezen a képen Justícia látható. Itt utal igazságokra és igazságtalanságokra is. A szeme be van kötve, az azt jelenti, befele kell, hogy tekintsünk. Ő érzi azt, hogy igazságtalan volt veled szemben, de nem szól erről. Mert akkor bocsánatot kellene kérnie, és azt nem mondja ki. Azt is jelentheti, hogy nála az ő életében vannak igazságtalanságok, de nem beszél róla. Ez lehet egy bírósági ügy is. Ami fontos ennél a kártyánál, ez a belső egyensúly. Ezt meg kellene tartani, de nem beszél róla. Amit még jelent ez a kártya, az a mérleg. Mert a mérleg szimbolizál párkapcsolatot is. Ezt is ki kellene neki mondania, amit szeretne veled közölni, de ő még nem beszél erről, hogy veled ki akar egy párkapcsolatot alakítani. Viszont, ami számára még fontos, és ezt ő így szeretné, hogy maradj a belső egyensúlyban, és várj addig, amíg ő döntéseket hoz, és közeledik hozzád. A következő kártyánál megtekintjük azt, hogy mi hiányzik neki, vagy mit tudsz biztosítani a számára. Itt ennél a kártyánál erőről van szó. A belső erőről és hitről is. Amit ő elvár tőled, ez az erő. Jelenti a belső erőt is, hogy te hiszel abban, hogy lesz köztetek egy párkapcsolat, mert te adsz neki erőt, és ő ad neked erőt. A következő kérdés az, hogy mi az, ami összeköt benneteket. Ezt most mi megtekintjük. Itt a hold energiája látható és érezhető. A hold szimbolizálja a vágyakat, az álmokat. Ez egy álom szép kapcsolat. Utal a mély érzésekre, az jelentheti azt is, hogy te megjelensz az ő álmaiban. Ez utal mély érzésekre, lelki kapcsolatra, és ebben bízhatsz. Én összefoglalnám most ezt a jóslást. Ő védi magát valamitől vagy valakitől. Hamarosan döntéseket hoz. Átteszi magát a félelmeken, és nyitott lesz az érzelmekre, nyitott egy párkapcsolatra. Sok igazságtalanság van nála, de erről nem beszél. Ő elvárja azt, hogy várj rá, és légy ebben a belső erőben. Bízz meg benne. Te megjelensz az álmaiban, és ő ezt érzi, hogy köztetek van egy lelki kapcsolat. Tegnap már közöltem, és most megismétlem magamat, elromlott a kamerám, tehát nem tudok filmet készíteni. Én lefényképeztem a jóslást, és így képekkel dolgozom, viszont nem tudok ingázni, mert ahhoz kellene a kamera,
De én úgy döntöttem, hogy a továbbiakban is Ingával dolgozom. Nem látható, de én remélem megbízol ebben, és most felteszem a kérdést. Szeret ő téged, igen, nem, vagy egy kicsit? Kíváncsi vagyok, milyen irányba mozdul ki az Inga. A válasz, igen, ő szeret téged. Kedves Mirjen, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!